Igazi tavaszi zsongás fogadta vasárnap a Generációk házába látogatókat. Az intézmény jó szokásához híven ismét egy ünnephez kötődő programmal készült, ezúttal a kereszténység legnagyobb eseményére, a húsvétra hangolódhattak a fiatalok és az idősek egyaránt. A több mint két évtizedes múltra visszatekintő hímes tojás napja egyszerre ápolja és építi néphagyományainkat, gazdag kultúránkat. Amióta Győrbe tavaszi fesztivál van, annak idején mi úgy gondoltuk, hogy ezzel szeretnénk részt venni ezen a fesztiválon. Tulajdonképpen szeretnénk megmutatni ezeket a régi hagyományokat. A játszóházba készítenek mindenféle modern alkotásokat, dekopás tojásokat, de mi ide a hosszú évek alatt mindig a népművészet ifjú mestereit, népi iparművészeket hívunk meg az ország különböző pontjairól, és ezek a hagyományos karcolt, levélrátétes, különböző növényi levegben festett tojások, csodálatos alkotások. Csipkézett, patkolt, áttört, egyedi motívumokkal díszített tojáscsodák sorakoztak az asztaloknál, az ország számos pontjáról érkeztek kézművesek, népi iparművészek, hogy bemutassák egyedi alkotásaikat. Idén mintegy 14 kiállító munkáit tekinthették meg az érdeklődők. Gáncsapátiba születtem, és ott hagyománya van a karcolt tojásnak. A nagyon régi politúros tojásokat készítek, amin általában madarak vannak, bárányok, virágok, ezek a hagyományos minták. A tojás festés díszítéshez egy véletlen hozott, hogy textil képeket csináltam, és a galérista, ahol kiállították, megkért, hogy tojást is fessek, mert nagyon sokan szeretik a tojásokat, és akkor elkezdtem én belevinni az én textil múltamat, azért vannak csipkések, a textil motívumok a tojásaimon. Aki kedvet kapott, az maga is kézműveskedhetett a házigazda intézmény kreatív szakemberei segítségével, hiszen milyen is lenne az ünnep saját tavaszi díszek, a locsolóknak szánt festett tojások, vagy éppen nyuszis mézes kalácsok nélkül. A sütés van, ami a konyhában az egy ilyen állandó foglalkozásunk, amit imádnak a gyerekek. Mézes kalácsból készülnek mindenféle díszek a húsvéthoz kapcsolódóan. Van újrahasznos foglalkozásunk, itt kávékapszulából készül kis nyuszi, filcből készül. Készítünk csodaszép díszeket, papírdíszítés, tojásfestés, tojásdíszítés, úgyhogy azt gondolom, hogy kimerítjük mindent, ami a húsvéttal kapcsolatos és húsvéthoz kapcsolódható díszeket, mindenfélét készítünk, mindenből. Annak sem kell lelkesednie, aki idén lemaradt a hangulatos kavalkádról, hiszen közel egy hét maradt még az előkészületekre, hímes tojás napja pedig egész biztos, hogy jövőre is lesz. Még több ötlettel, még több tojással és jó kedvel.